Az országos könyvtári napokhoz csatlakoztak ismét a művelődési ház szervezői egy tematikus nap megrendezésével. A vállalásnak megfelelően két témakört, a partnerséget a biztonságos életért, valamint az egészséges táplálkozás kérdéseit járták körbe. Előbbit október 8-án 16 órai kezdettel tették, ebben voltak segítségükre meghívott vendégeik, Bali Imre, rendőr törzszászlós, valamint Kriszter Ezső, az Ercsi polgári őrség vezetője. Előadásaikkal támpontot adtak arra vonatkozóan, hogy hogyan vigyázzunk személyes biztonságunkra a gyermekkortól egészen az időskorig, és egy általános tájékoztatást is adtak arról, hogy hogyan és kihez fordulhatunk, ha bajba kerülnénk. Ha egyenruhás rendőr megy, meg kell nézni a jelvényét. Meg kell nézni, hogy megvannak-e rajta, most én furcsán hangzik, megvannak-e rajta kötelező felszerelések. Pisztoly, bilincs, tehát pisztoly nélkül azért a rendőr nem megy ki. Azt viszont egyetlen egy árrendőr nem kockáztatja meg, hogy látható helyen fegyvert hordjon, hiszen az a büntető törvénykönyv szerint egy minősítő eset. A második témát az október 10-i nagyszabású egészségnapon beszélték át Juhász Attila dietetikus segítségével, aki azt is elárulta az érdeklődőknek, hogy étkezési szokásaink átalakításával hogyan ehetjük magunkat egészségesre.